26. fejezet Látó és látomás Luna a maga álmatag módján kifejtette, hogy nem tudja, mikor jelenik meg a herivel készült interjú, mert az apja vár valakitől egy szép hosszú írást az utóbbi időkben látott morzsás szarvú szapírtjókról. És az nagyon fontos cikk, úgyhogy Harry sztoria talán csak a következő számba fér bele, Harrynek eléggé nehezére esett felidézni az éjszakát, amikor Voldemort visszatért. Rita a legapróbb részletekről is kifaggatta, s ő el is mondott mindent, amire csak emlékezett. Tudta, komolyan kell vennie az alkalmat, hogy a világ elé tárhatja az igazságot. Ugyanakkor gyanította, hogy beszámolójában sokan csak újabb bizonyítékot látnak majd arra, hogy ő, Harry komplett elmebeteg, főleg, mivel az interjú a morzsás szarvú szapírtyókról szóló cikkek és egyéb badarságok között jelenik majd meg. Bellatrix Lestrange és a többi halálfaló szökése után azonban Harry úgy érezte, mindenképp hallatnia kell a hangját, akár elérvele valamit, akár nem. Híváncsi vagyok, mit fog szólni a cikkhez, Ambridge, mondta hétfő este a vacsoránál Dean. A mellette ülő Sémös szorgalmasan lapátolta magába a csirkés sonkás tésztát, de Harry tudta, hogy ő is fülel. A feltűnően sápat nevil felpillantott tányérjából. Nagyon jól tetted, hogy mindent elmondtál, Harry. Szólt, majd akadozva hozzátette. Nehéz volt beszélni róla, ugye? Igen. Felelte csendesen Harry de az embereknek meg kell tudniuk, milyen szörnyűségekre képes Voldemort. Így igaz, bolintott Neville. És hogy mire képesek a halálfalói? Igen, meg kell tudniuk. Lesütötte a szemét, és folytatta az evést. Sémös felpillantott, de amint tekintete találkozott Harryével, gyorsan elfordult. Nem sokkal később Dean, Seamus és Neville elindultak a klubhelyiségbe, így Harry és Hermione magukra maradtak az asztalnál. Meg akarták várni Ront, aki a kvidics miatt késett a vacsoráról. Hamarosan feltűnt a teremben Csó Cseng, barátnője Marietta társaságában. Herinek elszorult a torka, mikor meglátta. A lány azonban nem nézett rá, s ültében is a hátát mutatta neki. – Tényleg, még nem is kérdeztem – szólalt meg vidáman Hermione, a hollóhát asztala felé pillantva. – Milyen volt a rendezvót Csóval? Hogy, hogy olyan korán elváltatok? – Öh, hát... – fogott a válaszba Harry, miközben maga elé húzta a rebarborás morzsát, hogy repetát szedje magának. Röviden összefoglalva, kész katasztrófa volt. És elmondta, mi történt Madame Pudifoot kávézójában. Aztán felpattant, további jó szórakozást kívánt, és sírva kirohant az utcára. Fejezte be néhány perccel később miután az utolsó falatot is eltakarította a tányérjáról. Letette a kanalat, és Hermione-ra nézett. Fogalmam sem volt, mi ütött belé. Még most se tudom. Hermione vetett egy pillantást csó hátára, és sóhajtott. Ne haragudj, hogy ezt mondom, Harry, szólt szomorúan, de egy kicsit tapintatlan voltál. Tapintatlan? Harry őszintén felháborodott. Én? teljesen jól el voltunk, és akkor egyszer csak elkezdi mesélni, hogy Roger Davis randit kér tőle meg, hogy Cedrickel ott falták egymást abban a hülye kávézóban. Szerinted ez normális dolog? Figyelj rám! Szólt Hermione olyan angyali türelemmel, mintha egy hisztis ovodásnak próbálna a fejébe verni, hogy egy meg egy az kettő. Akkor hibáztál, mikor a randitok közepén bejelentetted, hogy találkozni akarsz velem. De, de hát... dokta Harry. De hát te mondtad, hogy találkozzunk délben, és hogy vigyem őt magammal. Úgy kellett volna odavinnem, hogy nem mondok neki semmit? Nem lett volna semmi baj, ha máshogy tálalod a dolgot. Azt kellett volna mondanod, hogy téged is nagyon bosszant, de addig nyaggattalak, amíg megígértettem veled, hogy elmész a három Persze, semmi kedved hozzá, mert inkább egész nap vele lennél, de sajnos muszáj, és könyörögsz, hogy kísérjen el, és akkor talán gyorsabban el is szabadulsz. És hát azt se ártott volna, ha elmondod neki, hogy milyen csúnyának tartasz engem, tette hozzá kiegészítésképpen Hermione. De hát nem tartalak csúnyának, pislogott Harry. Hermione felnevetett. És <laughs> köszönöm, Harry, te rosszabb vagy, mint Ron. Nem, az túlzás, sóhajtotta, mivel ekkor feltűnt a nagy terem ajtajában a fülik Sáros és igencsak mogorvaron. Értsd meg! megbántottad csót, mikor elmondtad, hogy találkozni akarsz velem. Utána féltékenyi akart tenni, hogy megtudja, mennyire szereted őt. Erre ment ki az egész. Fintorgott Harry. Közben Ron lehuppant melléjük, és maga elé húzott minden elérhető tálat. Nem lett volna egyszerűbb, ha megkérdezi, hogy jobban szeretem -e őt, mint téged? A lányok nem tesznek fel ilyen kérdéseket, mondta Hermione. De tegyenek fel, heveskedett Harry akkor megmondhattam volna, hogy ő tetszik nekem, és nem kellett volna megint előhozni a Cedric ügyet. Ekkor csatlakozott hozzájuk Ginny, aki ugyanolyan sáros és rossz kedvű volt, mint Ron. Egy szóval sem mondtam, hogy értelmesen viselkedett, rázta a fejét Hermione. Csak próbálom megértetni veled, hogy mit érzett. Ki kéne adnod egy könyvet? Szólt közbe a krumpliát trancsíroz varón, amiben leírod a fiúknak, hogy mit jelentenek a lányok lökött dolgai. Ez remek ötlet, vágta rá Harry, és a holló hátasok asztala felé nézett. Csó felállt, és hátra se pillantva kiment a nagy teremből. Harry csüggetten visszafordult. Milyen volt az edzés? kérdezte. Borzalmas. Felelte komoran rón. Jaj, nem mond már! szólt Hermione, és Ginnyre nézett. Biztos nem volt olyan, de igen, vágott a szavába Ginny. Tragikus volt. Angelina majdnem elsírta magát. Vacsora után Ron és Ginny fürödni mentek, Harry és Hermione pedig visszatértek a zsúfolt klub hogy fejest ugorjanak a házi feladat tengerbe. Harry már fél órája szenvedett egy térképpel, mikor odaléptek hozzájuk a vízlíkrek. Ron és Ginny nincsenek itt? kérdezte körülpillantva Fred, miközben odahúzott egy széket az asztalhoz. Harry a fejét rázta. Akkor jó. Megnéztük az edzést a földbe fogják döngölni őket. Borzalmas a csapat nélkülünk. Ginny nem olyan rossz, szólt George, és leült Fred mellé. Fura is, hogy ilyen ügyes. Mi sose engedtük játszani. Hat éves kora óta rendszeresen bejárt a kerti seprűtárolótokba és felváltva gyakorolta a seprűiteken, mikor nem láttátok. Szólt ki Hermione az ősi rúnákról szóló könyvek ingatak tornya mögül. Na csak, morogta meglepetten George. Akkor nincs több kérdésem. Hogy megy a védés? kérdezte Hermione, a mágikus hieroglifák és logogramok mögül kipillantva. Ha nem látja senki, remekül, felelte fejcsóválva Fred. Szombaton meg kell beszélni a közönséggel, hogy ha a térfelünkre kerül a kvaff, fordítsanak hátat és dudorásszanak. Fred felállt, és nyugtalanul járkálni kezdett. Végül megállt az ablak előtt, és kinézett a sötét parkra. A kvidics volt az egyetlen dolog, amiért érdemes volt itt dekkolni. Hermione rosszalló pillantást vetett rá. – És a vizsgáitok? – Mondtuk már, hogy minket nem érdekelnek a ravaszok, legyintett Fred. – A maximuláns nyalánkságok sorozatgyártásra készek. Már a lázra lobbantót is tökéletesítettük. Kiderült, hogy a keléseket pár csepp futkárlóboncki kivonattal el lehet tüntetni. Li ötlete volt. George nagyot ásított, és unottan kinézett a felhős éjszakai égre. Nem is tudom megnézem-e a szombati meccset. A Zacharias misszék legyőznek minket, kénytelen leszek a tóba vetni magam. Kénytelen leszel a tóba vetni Zacharias miszt. Javította ki Mogorván Fred. Látjátok ez a baj a Jegyezte meg Hermione, fel se pillantva rúna fordításából. Ki élezi a házak közötti feszültséget, mikor felnézett megkeresni a Spelman szótak képtárat, észrevette, hogy Fred, George és Harry szörnyűködve bámulnak rá. – Miért? Nem így van? – csattan felingerültem. – Szerintetek ír ennyit egy játék? – Hermione – szólalt meg fejcsóválva Harry. – Az érzelmekhez nagyon jól értesz, de a kvidicsről fogalmat sincs. – Az lehet, de nekem legalább nem függ a boldogságom Ron őrzői teljesítményétől, Felelte egykedvűen a lány, és újra a fordítása fölé hajolt. Harry inkább leugrott volna a csillagvizsgáló toronyból, semmint, hogy ezt bevallja Hermionénak, de miután végignézte a szombati mérkőzést, bármilyen összeget megadott volna érte, hogy többé őt se érdekelje a quidditch. A legjobb dolog, amit a meccsről el lehetett mondani, az volt, hogy csupán 22 percig tartott, a Griffendél szurkolóinak azonban ennyi is bőven elég volt a Lidérc nyomásból. Harry nem is tudta eldönteni, melyik volt a meccs legborzalmasabb pillanata, erre a címre ugyanis három megmozdulás is pályázhatott. Ron 14. sikertelen védése, vagy az, amikor Sloper a gurkó helyett Angelina száját találta el az ütőével, talán az, amikor Kirker rémült sikoljal hanyat dobta magát a kvaffal közeledő Zakaria Smith láttán, az volt a csoda, hogy a griffennél ezek után csak tíz ponttal veszített. Ginnynek sikerült elhalásznia a cikeszt a hugrabugos fogó Summerby orra elől, így a végeredmény 240-230 lett. Szépen csináltad, dicsérte meg Harry Ginnyt, miután felkullogtak a griffennél toronyba. A klubhelyiségben olyan volt a hangulat, mintha a társaság egy temetésről érkezett volna haza. Ginny mogorván vállat vont szerencsém volt, felelte. Elég lomhacik ezt kaptunk. Zamörbi pedig náthás, és pont rosszkor tüsszentette el magát. De mindegy, ha majd visszajössz a csapatba, örökre eltiltottak Ginny. A lánya fejét rázta. Az örökre eltiltásod addig tart, amíg Ambridge itt van a suliban. Nagy különbség. Szóval, ha majd visszajössz a csapatba, átjelentkezem hajtónak. Angelina és Alicia jövőre elmennek, én meg úgyis jobban szeretek gólt dobni, mint a cikeszt lesni. Harry Rún felé pillantott. Barátja sorokban gubbasztott egy üveg vajsörrel a kezében, és a térdét bámulta. Angelina még mindig nem engedi kiszállni, szólt Ginny, mintha kitalálta volna Harry gondolatát. Azt mondja, érzi, hogy Ron többre képes, Herinek tetszett Angelina kitartó bizalma, mégis úgy gondolta, ha másért nem, könyörületből el kellene engednie a ront. A mardekárosok, akiknek most már jó esélyük voltak a Quidditch kupa elnyerésére, a meccs után ismét a vízlit nézni szinte fájjal búcsúztatták a pályáról lekullogó fiút. Fred és George sétáltak oda hozzájuk. Már cikizni sincs kedvem, szólt Fred, a magába roska trón felé pillantva de azért az a tizennegyedik nem volt semmi. Az a kapálózni kezdett, mintha függőleges kutyaúszás mutatna be. Ezt megjegyzem, és majd elsütöm valamelyik bulin. Ron nem sokkal később felállt, és elkullogott a csiga lépcső felé. Harry várt néhány percig, és csak azután követte. Időt hagyott Ronnak, hogy alvást színlelhessen, ha akar. És valóban, mikor belépett a hálóterembe, barátja feltűnően hangos horkulásba kezdett. Harry csendben levetkőzött, és közben újra eltöprengett a meccs tanulságain. Nagyon megviselte, hogy tehetetlen kívülállóként kell nézni a játékot. Elégedett volt ugyan Ginny teljesítményével, de biztosra vette, hogy ő maga jóval korábban el tudta volna kapni a cikeszt. Emlékezett a pillanatra, mikor az aranylabda kirke bokája mellett lebegett, ha Ginny akkor habozás nélkül odakap, kicsikarhatta volna a győzelmet a Griffendél számára. Ambridge, aki néhány sorral lejjebb, előtte ült a lelátón, a meccs alatt kétszer is hátrafordult, hogy kárőrvendően rávigyorogjon. Az emlék feldühítette Herrit, de aztán eszébe jutott az utasítás, amit Piton minden oklumencia óra végén megismételt – hogy elalvás előtt csitítsa el érzelmeit és ürítse ki az elméjét. Harry egy-két percig próbálkozott is a dologgal, de most, hogy Ambridge után Piton is eszébe jutott, dühe csak még jobban felizzott. Ron tüntető horkolása időközben már átment egyenletes, lassú szuszogásba. Harry annál nehezebben tudott elaludni. Teste kimerült volt, de agya még sokáig nem talált nyugalmat. Azt álmodta, hogy Neville bimba professzorral keringőzik a szükség szobájában, és meggalagony Skó dudán játszik nekik. Ő egy darabig nevetve nézte a táncot, azután elindult, hogy megkeresse a DS többi tagját. A teremből kilépve azonban nem badar Barnabást és a trollokat pillantotta meg, mint máskor, hanem fákja fényben derengő csupasz kőfallal találta szemben magát. Lassan balra fordította a fejét ablaktalan folyosót látott, és a távolban egy dísztelen fekete ajtót. Izgatottság fogta el, és elindult az ajtó felé. Érezte, hogy most végre sikerülni fog, ezúttal ki tudja nyitni. Már csak fél méterre volt a céltól, mikor szíve nagyot dobbant. Keskeny kék fénycsíkot pillantott meg az ajtó jobb oldalán. Az ajtó résnyire nyitva volt. Felemelte a kezét, Ron nagyot horkantott álmában, s Harry felriadva azon kapta magát, hogy a semmiben tapogatózik, egy ajtót keresve, ami több száz kilométerre van tőle. Csalódottan és szégyenkezve leresztette a kezét. Tudta, hogy megint tirosban járt, de olyan égető kíváncsiság vonzotta ahhoz, ami az ajtón túl vár rá, hogy jobb belátása ellenére is azt kívánta, bár várt volna Ron még egy percet azzal a horkantással. Hétfő reggel herjék a postabagyok érkezésének pillanatában léptek be a nagyterembe. Ezen a napon nem csak Hermione várta izgatottan a reggeli profétát kézbesítő madarat, szinte mindenki kíváncsi volt rá, vannak-e újabb fejlemények a halálfalók ügyében. Köztudott volt ugyanis, hogy a szökevényeket még mindig nem sikerült kézre keríteni. Bár sok szemtanú állította, hogy látta őket. Miközben Hermione az újságot bontogatta, Harry narancslevet töltött magának. Ő maga egyetlen egy levelet kapott év eleje óta, így aztán, mikor egy bagoly huppant le elé az asztalra, első gondolata az volt, hogy tévedés történt. – Kit keresel? – kérdezte a madártól, majd miután kivette narancsleves poharát a bagoly csőre alól, előredőlt, hogy elolvassa a küldemény címzését. Harry Potter Roxford, nagy terem. Harry csodálkozva neki látott, hogy kiolja a levelet rögzítő bőrszí csomóját, de még mielőtt végzett volna vele, három, négy, öt további bagoly landolt az első mellett. A madarak tülekedni kezdtek, egyik se akarta kivárni a sorát, így aztán pillanatok alatt feldöntötték a sót, és beletapostak a vajtartóba. Mi van itt? Álmélkodott Rón. A griffendélesek kíváncsian pislogtak Harryre, akit addig már újabb két víjogó, kuhogó, csapkodó bagoly próbált megközelíteni. – Harry! – szólt izgatottan Hermione, és kihúzott egy kuvikot a toltömeg közepéből. A madár lábára hosszú, hengeres csomag volt kötve. – Azt hiszem, tudom, mi történt. Ezt nyisd ki elsőnek! – Harry letépte a barna papírt. A csomaga hírverő márciusi kiadásának egy összecsavart példánya volt, mikor kisimította a magazint, saját bárgyón vigyorgó arcát pillantotta meg a címlapon. A fotóra keresztben piros betűkkel ezt nyomtatták. Harry Potter végre mindent elmond. Ez történt aznap éjjel, mikor ő, akit nem nevezünk nevén, visszatért. Na, mit szólsz? kérdezte Luna, aki időközben odasétáltak a Griffendél asztalához, és befurakodott Fred és George közé. – Tegnap jelent meg, én kértem meg apát, hogy küldjön neked egy tisztelet példányt. – Azok meg, gondolom, a Harry előtt tolongó bagoly seregre mutatott. – Az olvasók levelei, én is arra tippeltem. – Bólogatott Hermione. – Harry, nem bánod, ha… – Dehogy is csak nyugodtan, felelte kissé Kábán Harry. Ron és Hermione lelkesen rávetették magukat a levelekre. Ez azt írja, meg vagy kattamba. Foglalta össze az első levél tartalmát Ron. Na, jól van. Ezt egy nő írta. Azt ajánlja, menjen a Szent Mungóba sok bűbáj terápiára. Olvasta fintorogva Hermione, és gombózba gyűrte a kérdéses levelet. Ez egy kicsit kedvesebb, szólt bizonytalanul Harry, egy pézliből érkezett hosszú levelet böngészve. Hé, ez a nő azt írja, hisz nekem. Ez meg nem tudja, mit higgyen, jelentette Fred, aki közben szintén belevetette magát a levél szűretbe. Azt írja, nem tűnsz őrültnek, de nem tudja elhinni, hogy tudod, ki visszatért, szóval teljesen tanácstalan. Erre pocsékolni a jó pergament. Itt is van egy, akit meggyőztél, szólt izgatottan Hermione, és olvasni kezdte. Most, hogy megismertem az önverzióját is, azt kell mondanom, a reggeli a ferettébb igazság tanul bánt önnel, bár nehéz szembenézni a tényel, hogy ő, akit nem nevezünk nevén visszatért, kénytelen vagyok belátni, hogy ön igazat mond. Ez fantasztikus! Még egy, aki szerint futóbolond vagy, dörmögte Ron, és hátradobott a válla fölött egy összegyűrt levelet. Ez viszont azt írja, Meggyőzted, és most igazi hősnek tart. Fú, még a fényképét is elküldte. Ti meg mit csináltok? Csendült egy kislányosan afektáló hang. Harry felpillantott az előtte heverő levélhalomból. Fred és Lula mögött ott állt Ámbris professzor, düllett szemét a bagoly és levél rengetegre szegezve. A háta mögül egész seregnyi diák pislogott Harryék felé. – Miért kaptál ennyi levelet, Potter? – Miért? Már levelet se szabad kapni. Szájaskodott Fred. Fékezz magad, vízli, mert büntető munka lesz a vége. Nos, Potter? Harry először tétovázott, aztán belátta, hogy úgy se tudja titokban tartani a dolgot. Csak időkérdése volt, hogy a hírverő egy példánya Ámbrishez is eljusson. Adtam egy interjút arról, ami tavaly júniusban történt velem, felelte, és az olvasók írtak nekem. Miközben beszélt, vetett egy futó pillantást a tanári asztal felé. Dumbledore Flitwick professzorral beszélgetett, neki mégis az volt az érzése, hogy egy másodperccel korábban az igazgató még őt nézte. – Interjút adtál? – ismételte Ambridge, még tőle is szokatlanul magas és vékony hangon. – Mi az, hogy interjút adtál? – válaszoltam egy újságíró kérdéseire, felelte Harry. – Tessék, azzal a főinspektor elé dobta a hírverőt. Ámbridge felemelte a magazint, rámerett a címlapra, és sápadt, tésztás arca másodpercek alatt csúf, foltos lilára sötétedett. Mi – Mégis, mikor? – kérdezte elfúló hangom. A legutóbbi Roxmorci hétvégén Ámbridge szeme villámokat szórt, s úgy remegett a keze, hogy zörögni kezdett benne az újság. Soha többet nem elsz le Roxmorzba, Potter! sziszegte. Hogy voltál képes? Hogy merészeltél? Kihúzta magát, és sóhajtott egyet. Szomorúan látom, hogy még mindig nem sikerült leszoktatnom téged a hazudozásról. 50 pontot levonok a Griffendéltől, te pedig még egy hét büntető munkát kapsz. Azzal a hóna alá csapta a hírverőt, és számos diák tekintetétől kísérve eldöcögött. Késő délelőtt, hatalmas plakátok tűntek fel kastélyszerte. Nem csak a házak hirdető tábláin, hanem a folyosókon és a tantermekben is. A Roxforti főinspektor rendelkezése A roxfort tanulói számára a hírverő című sajtótermék birtoklása eltanácsolás terhe mellett tilos. Jelen rendelkezés alapját a 27-es számú oktatásügyi rendelet képezi. Dolores Jane Ambridge, főinspektor SK. Hermione valami okból mindig boldogan elmosolyodott, valahányszor elhaladt plakát egy-egy példánya előtt. Megtudhatnám, mi tetszik ezen annyira? Kérdezte tőle Harry. Jaj, hát nem érted? Suttogta Hermione. Azzal, hogy Ambridge Indexre tette az interjút, gondoskodott róla, hogy kivétel nélkül mindenki elolvassa. Ebben nem is tévedett, Estére a Roxford összes tanulója fejből idézte a cikket, pedig Harry a nap folyamán a hírverő egyetlen példányát se látta senkinél. A diákok az interjúról suttogtak az osztálytermek előtt sorban állva, ebéd közben, sőt az órák alatt is. Hermione runatanra menet rövid látogatást tett a lányvécében, s utána beszámolt róla, hogy ott is minden fülkében a cikről folyt a szó. – Nyilván mindenki tudja, hogy ismerlek, mert miután észrevettek, elkezdtek kérdésekkel bombázni – mesélte csillogó szemmel. – És képzeld, úgy tűnt, hogy a lányok hisznek neked. Végre sikerült meggyőzned őket. Ámbris professzor egész nap a folyosókon cirkált. Szúró próba szerűen megállította a diákokat, és rájuk parancsolt, hogy ürítsék ki táskájukat és zsebeiket. Nyilván az újságot kereste náluk, de a diákok túljártak az eszém. Az interjút tartalmazó oldalakat megbűvölték, hogy az illetéktelen szem tankönyvlapoknak, vagy egyszerűen üres pergamennek lássa őket. A tanárok a 26-os számú oktatásügyi rendelet értelmében nem beszélhettek a cikről, de azért megtalálták a módját, hogy kifejezésre juttassák véleményüket. Bimba professzor 20 ponttal jutalmazta a Griffendélt, miután Harry odavitt neki egy locsolókannát. Flitwick professzor bűbáj tanúra után titkon Harry kezébe nyomott egy doboz cincogó cukoregeret, Trelawney pedig a jóslás tanúra közepén hisztérikus zokogásban tört ki, és Amrish nagy bosszúságára közölte az elképelt diákokkal, hogy Harry mégsem fog fiatalon kínhalált halni, hanem megéri az aggastyánkort, kinevezik mágiaügyi miniszternek, és tizenkét gyereke lesz. A legnagyobb örömöt mégis az okozta Harrynek, hogy másnap, mikor épp átváltoztatástan órára sietett, odalépett hozzá csó. Mire észbe kapott, a lány megfogta a kezét, és belesúgta a fülébe. Bocsáss meg, Harry! Nagyon bátor vagy, hogy mindent elmondtál! Sírtam, amikor olvastam. Harry sajnálta, hogy ismét megríkadt a csót, annak viszont örült, hogy megint beszélő viszonyban vannak. A lány búcsúzóul még egy gyors puszit is nyomott az arcára. Az átváltoztatást terem előtt, aztán újabb kellemes meglepetés érte herrit. Sémös kilépett a sorból, és odament hozzá. Csak azt akarom mondani, motyogta a fiú, Harry bal térdét fixírozva, hogy most már hiszek neked. Elküldtem az anyukámnak egy példányt a magazinból. Harry boldogságát ezek után már csak Malfoy krakk és monstró reakciója tudta fokozni. Aznap délután a könyvtárban látta a mardekáros hármast. Egy negyedik cingár fiú is volt velük, akit Hermione elsuttogott tájékoztatása szerint Theodor Notnak hívtak. Harry egy könyvet keresett a részleges eltüntetésről, s a fiúk egy emberként felé fordultak. Monstró fenyegetően ropogtatta az ujjait, Melfoy pedig odasúgott valamit Kraknak. Harry pontosan tudta, miért viselkednek így. Az interjúban mind a négyük apját megnevezte, mint halálfalót. És az a legjobb? Suttogta örvendezve Hermione, mikor kiléptek a könyvtárból, hogy még csak nem is tiltakozhatnak mert azzal beismernék, hogy olvasták az interjút. Mindennek tetejébe Luna a vacsoránál beszámolt róla, hogy a hírverő összes példánya rekordsebességgel elkelt. Után nyomtatást kellett rendelni, mesélte az izgalomtól kidülledő szemmel. Apa teljesen el van ájulva, azt mondja, ez még a morzsás szarvú szapírtyónál is jobban érdekli az embereket. Herrit aznap este hősként ünnepelték a Griffendéltoronyban a vízlékre a veszélyre fittyet hányva nagyító bűbáj segítségével óriás plakátot csináltak a hírverő címlapjából, és kiakasztották a klubhelyiség falára. A hatalmas heri arc időnként mennydörgő hangon megszólalt, és e harsogott. Marhák minisztériuma! Most vigyorog Jan Bridge! Hermione ezt nem találta túlzottan szórakoztatónak. Azt mondta, zavarja a koncentrálásban, s végül korán el is ment lefeküdni. Egy-két óra múltán Harry is belátta, hogy az óriás plakát hosszú távon nem olyan vicces. Ráadásul múlni kezdett a beszéltető bűbáj hatása, úgyhogy a kép már csak összefüggéstelen szavakat kiabált. Marhák, Ambridge, azt viszont egyre gyakrabban és egyre visítóbb hangon tette. Herinek végül belefájdult a feje a rikácsolásba, és mivel egyidejűleg a sebb helye is égni kezdett, bejelentette, hogy elmegy lefeküdni. Nagy bánatot okozva a körülötte ülő fendéreseknek, akik századszorra is szerették volna meghallgatni a történet izgalmasabb részeit. Odafent, az üres hálóteremben első útja az ágya melletti ablakhoz vezetett. Neki nyomta homlokát az üvegnek, és a hűvös érintés átmenetileg tompította fájdalmát. Aztán levetkőzött, és bebújt az ágyba. Fejfájása nem akart szűnni, sőt, most már enyhe hány ingerrel párosult. Az oldalára fordult, behunyta a szemét, és szinte azonnal elaludt. Álmában ott állt egy gyertyákkal gyéren megvilágított, lefüggőnzött ablakú szobában. Egy szék magas támláján pihentette kezét, mely olyan fehér volt, mintha évek óta nem látott volna napot. Hosszú is sápat, póklábaknak tűntek a sötét bársony A gyertyák fénykörében fekete haláros férfi térdepelt. Úgy tűnik, rossz tanácsot kaptam. Sziszekte dühösen, Harry. Bocsáss meg nekem, kegyelmes úr! Felelte a földön térdelő férfi. Lehajtott feje remegni látszott a gyertya fényben. Nem téged hibáztatlak, Rookwood, mondta éles, gonosz hangján Harry. Elengedte a széket, és elindult a földön kuporgó alak felé. Közvetlenül mellette megállt, és lenézett rá. Magasnak érezte magát, sokkal magasabbnak, mint máskor. Biztos vagy abban, amit mondtál, Rukvud? kérdezte. Igen, nagyúr, igen, hiszen ott dolgoztam a főosztályon. Evöri azt mondta, Omen el tudja hozni. Nem, kegyelmes uram, Omen nem hozhatta el. Ezt ő maga is tudta. Bizonyára azért küzdött olyan kitartóan Melfo Imperius átka ellen. Állj fel, Rookwood. Suttogta Harry. A férfi kis hián hasra esett, úgy sietett engedelmeskedni. Himlőhelyes arca volt, a hegek még krátereknek tűntek a gyertyafényben. Kissé görnyetten állt, mintha egyfolytában meghajolni készülne, s csak időnként mert felpillantani Harry arcára. Jól tetted, hogy ezt elmondtad nekem, Szólt Herni, nagyon jól. Lám, hónapokat vesztegettem el hasztalan próbálkozásokkal, de nem baj. Előről kezdjük. Voldemort Nagyúr, hálás neked, Rukvúd. Köszönöm, kegyelmes uram, nyögte Ruckwood, a megkönnyebbüléstől elcsukló hangom. A segítségedre lesz szükségem. El kell mondanod mindent, amit tudsz. Készséggel, Nagyúr, amit csak kívánsz. Jól van, most elmehetsz küld hozzám Everit. Rookwood hajlongva kihátrált a szobából. Az egyik falon törött, félig vak tükör lógott. Harry lassan elindult felé. Homályba burkolózó tükörképe egyre nőtt, és egyre tisztábban kivehetővé vált. Halál fejnél is fehérebb arc, vörös szem, hosszúkás, szűk pupilla réssel. Nem! Mi van? Kiáltott fel valaki a közelében. Harry kétségbe esetten csapkodott maga körül, belegabajodott az ágy függönyébe, és végül a padlón kötött ki. Hosszú másodpercekig fogalma sem volt, hol van. Arra számított, hogy megint feltűnik előtte a fehér, halálfejszerű arc, aztán rón hangja magához térítette. Nyugtom maradnál egy pillanatra, hogy kiszabadíthassalak? Ron szétráncigálta a függönyöket. Harrynek izzott a sepphelye a fájdalomtól. Hanyat feküdt, úgy nézett fel barátja holdfényben fürdő arcára. Ron szemlátomást épp akkor kezdett vetkőzni. Talárja felgyűrve lógott a nyakában. Megint megtámadtak valakit? Kérdezte, s kíméletesnek épp nem nevezhető mozdulattal felrántotta a földről Harryt. Apát? Megint aki így jó. Harry erőtlenül megrázta a fejét. Nem, semmi baj, felelterekedten. A sebb helye mintha lánga égett volna. Illetve Evelyn félhet, ő bajban van. Rossz tanácsot adott neki. Voldemort nagyon dühös rá. Nagyot nyögött, remegve leroskodta az ágyára, és megdörzsölte a sebb De Rookwood segít neki. Most újra jó nyomon jár. Miket beszélsz? Kérdezte ilyetten Rón. Úgy érted, az előbb Tudod, kit láttad? Én magam voltam, tudod ki. a Harry, és gyorsan rápillantott a kezére. Meg akart bizonyosodni róla, hogy már nincsenek hosszú, hullaszínű ujjai. Rookwood-dal beszélt az egyik aszkábáni szökevénnyel, és Rookwood elmondta neki, hogy Omen nem volt képes rá. Mire nem volt képes? Nem tudott elhozni valamit. Azt mondta, Omen tudta is, hogy nem képes rá. Az impériusz átokkal irányították. Melfoy apja átkozta meg. Oment kényszeríteni akarták, hogy hozzon el valamit? De hát, az csak a, csak a fegyver lehet. Bólintott Harry. Igen. A hálószoba ajtója kinyílt, és belépett dín és Seamus. Harry gyorsan felhúzta a lábát az ágyra. Titkolni akarta, mi történt, nehogy Seamus meggondolja magát, és megint bolondnak tartsa őt. Ron vizet töltött magának az éjjeli szekrényen álló kancsóból, és közben odahajolt Harryhez. – Jól értettem? – suttogta. – Te voltál, tudod ki? – Igen – felelte halkan Harry. Ron túl nagyot kortyolt a pohárból. A víz lecsordult az állán, és a melkasára folyt. – Harry – szólt, mikor Dean és Sémusz beszélgetve vetkőzni kezdtek. – Ezt el kell mondanod, nem kell senkinek elmondanom. Vágott a szavába Harry. Nem is láttam volna, ha menne az oklumencia. Azt akarják, hogy zárjam ki a fejemből az ilyen dolgokat. Az oldalára fordult, a hátát mutatva Ronnak. Egy idő múlva hallotta, hogy Ron matraca is megnyikordul. Közben megint égni kezdett a sepphelye, beleharapott hát a párnájába, hogy elfolytsa fájdalmas nyögéseit. Tudta, hogy valahol egy messzi szobában evőri pokoli kínokat áll ki. Harry és Ron másnap megvárták az első szünetet, csak akkor mesélték el hermione mi történt az este. Semmiképp sem akarták kockáztatni, hogy valaki kihallgatja őket. Mikor aztán már a szokásos sorokban álltak a hideg, széljárta udvaron, Harry részletesen beszámolt a lánynak látomásáról. Hermione végighallgatta, és utána még hosszú másodpercekig némán mered Fredre és George-ra, akik fej nélkül álltak az udvar túlsó végében, vevői gyűrűjében. – Szóval ezért ölték meg? – szólalt meg végül Hermione, levéve tekintetét az ikrekről. – Omen attól készült ki, hogy megpróbálta ellopni azt a fegyvert. – Gondolom valamilyen védővarázs van rajta, és veszélyes megérinteni. Tudjuk, hogy Omen azért került a Szent Mungolba, mert valami történt az agyával, még beszélni is elfelejtett. De emlékeztek, mit mondott róla a gyógyító, hogy javul az állapota. Azt pedig nem engedhették, hogy meggyógyuljon. Gondoljatok csak bele, mikor megfogta a fegyvert, a soktól vagy nem tudom mitől, kikerült az impériuszátok hatása alól. Ha visszanyerte volna a beszélő képességét, el tudta volna mondani, hogy Lucius Melfoy oda küldte ellopni a fegyvert. Melfoy könnyen találhatott alkalmat rá, hogy megátkozza, hiszen mindennapos vendég a minisztériumban. Aznap is ott tolálkodott, mikor a tárgyalásom volt. Bolintott Harry. Lent a... Várjunk csak! Aznap lent volt a misztériumügyi főosztályra vezető folyosón. Mr. Vizi azt mondta, Biztos arra volt kíváncsi, mi történik a tárgyalásomon. De lehet, hogy... Sturgis! Kiáltott fel Hermione. Ron elképedve nézett rá. Tessék! Sturgis podmort azért tartóztatták le, mert megpróbált bemenni egy ajtón. Hadarta Hermione. Lehet, hogy Melfoy őt is elkapta. Talán épp aznap, amikor találkoztál vele odalent Harry. Sturgis mordon köpenyét viselte, igaz? Lehet, hogy láthatatlanul őrt állt az ajtónál, és Melfoy hallotta, ahogy megmozdult. Vagy egyszerűen kitalálta, hogy ott van valaki. Mondjuk feltételezte, hogy áll egy űr az ajtó előtt, és faktában oda küldött egy impérius És Sturgis, mikor legközelebb alkalma volt rá, gondolom, mikor megint ő volt őrszolgálatban, megpróbált bemenni a misztérium ügyi főosztályra, hogy ellopja a fegyvert Voldemortnak. Maradj már, Ron! De elkapták, és az aszkalámba küldték. Hermione Harryre nézett. És most Rookwood elmondta Voldemortnak, hogyan szerezheti meg a fegyvert? Csak a beszélgetés végét hallottam, de úgy tűnt, hogy igen, felelte Harry. Rookwood ott dolgozott. Lehet, hogy Voldemort most őt fogja elküldeni a fegyverért. Hermione bólogatott, de szemlátomást máshol járt az esze. Aztán hirtelen így szólt. De neked ezt nem lett volna szabad látnod. Harry megrökönyödve nézett rá. Micsoda? Meg kell tanulnod kizárni a fejedből az ilyesmit. Tudom, de el kell felejtenünk, amit láttál, jelentette ki határozottan Hermione. És mostantól fogva vedd komolyabban az oklumenciát. Harry olyan dühös lett Hermionéra, hogy egészen estig nem állt szóba vele, és nem is ez volt az egyetlen bosszúság aznap. A szünetekben a diákok, ha nem a szökött halálfalókról beszélgettek, nevetve emlegették a Griffendél csapatának szombati lebőgését, a mardekárosok olyan hangosan és olyan gyakran zengték el a vízlét nézni szinte fájt, hogy Fritz végül megtiltotta a folyosói éneklést. A hét többi napja se alakult sokkal jobban. Harry kapott még két bét bájtaltamból, továbbra is aggódnia kellett Hagridért, s a tetejébe kényszeresen újra meg újra felidézte a látomást, amiben Voldemort testébe bújt. Bár barátai előtt milyen hallgatott erről, mert nem akart újabb fejmosást kapni Hermionétól. Szívesen megbeszélte volna a dolgot Siriusszal, de mivel erről szó se lehetett, igyekezett elásni az emléket valahova az agya legmélyére. Sajnos az agya legmélye már nem volt olyan jó rejtek hely, mint egykor. Állj fel, Potter! Egyik este, néhány héttel a látomásos este után Harry ismét a bájtaltan tanár dolgozó szobájának padlóján térdelt, elméje kiürítésén fáradozva. Piton varázslata megint rákényszerítette, hogy felelevenítsen egy sor régi elfeledett élményt, többségében megaláztatásokat, melyeket Dudley és bandája jóvoltából szenvedett el még kisiskolás korában. Mi volt az utolsó emlék? Kérdezte Piton. Nem tudom, felelte a Harry. Egyre nehezebben tudta különálló emlékekre bontani a kép és hang egyveleget, amit Piton bűbája kavart a fejében. Arra gondol, amikor az unokatestvérem rám támadta a vécében? Nem, felelte Piton. Arra gondolok, amelyikben egy férfi térdel egy elsötétített szoba közepén. Az nem érdekes, motyogta Harry. A bájtal tanár Harry szemébe furta a tekintetét. Herinek eszébe jutott, amit épp Pitontól hallott, hogy a szembenézés a legilimencia fontos feltétele, gyorsan elfordította hát a fejét hogy kerül az a férfi és az a szoba a fejedbe, Potter? Ez csak... Harry mindenfelé nézett, csak Pitorra nem. Ez csak egy álom volt. Álom? A beálló csöndben Harry kitartóan bámult egy piros folyadékban ázó, döglött varangyot. Emlékszel még rá, hogy miért vagyunk itt, Potter? Kérdezte fenyegető halkan Piton. Tisztában vagy vele, miért áldozom az estéimet erre a kimerítő elfoglaltságra? Igen, felelte kelletlenül Harry. Tehát miért is vagyunk itt? Harry most egy döglött angolnát vett szemügyre. Hogy megtanuljam az oklumenciát. Így van, Potter. Tudom, hogy nem erősséged a tanulás. Harry pitonra nézett, de csak egy gyűlölködő pillantás erejéig, de mertem remélni, hogy két hónap alatt azért rádragad valami. Hány hasonló álmod volt még a sötét nagyúrról? Nem volt több, felelte Harry. Ugyanakkor azt sem tartom kizártnak. Piton fekete szeme kissé összeszűkült, hogy egyenesen élvezed ezeket a látomásokat. Különleges és fontos embernek érzed magad tőlük, így van? Nem, nincs így. Sziszegte Harry, és ökölbe szorította pálcát tartó kezét. Nagyon helyes, Susogta Piton, ugyanis nem vagy se különleges, se fontos. És nem a te dolgot kihallgatni, miről beszél a sötét nagyúr a halálfalóival. Hanem a magáé, igaz? Csattant fel Harry. Végig se gondolta, mit mond, csak dühében vetette oda a mondatot. Egy hosszú pillanatig egymásra meredtek. Harry biztosra vette, hogy ezúttal túllőtt a célon. Piton azonban nem dühödött fel, sőt, elégedettség ült ki az arcára. Úgy bizony, Potter, felelte megcsillanó szemmel. Az az én dolgom. Most pedig, ha készen állsz, próbáljuk meg újra. Felemelte a pálcáját. Egy, kettő, három. Leggilimens. Száz dementor suhantató fölött. Harry minden izmát megfeszítette, úgy koncentrált. A dementorok egyre közeledtek üres szemüregük, sötéten ásított kámzsájuk alatt. Ugyanakkor Harry azt is látta, hogy Piton ott áll szemben vele, az arcára szegezi szemét, és motyog. Sőt, Piton képe egyre tisztább lett, a dementoroké pedig lassan elhalványult. Harry felemelte a pálcáját. Protégo! Piton megtántorodott, a pálca kirepült a kezéből, és Harry agya egyszerre megtelt olyan emlékekkel, amelyek nem az övéi voltak. Egy horgas orru férfi egy kuporgó nővel ordítozik, miközben egy fekete hajú kisgyerek a sarokban sír, egy zsíros hajú kamasz egyedülül sötét szobájában pálcáját a plafóra szegezi és legyekre lövöldöz, egy lány kacagva nézi, hogyan próbál egy cingár fiú megülni egy zabolátlan seprűt. Elég. Harry úgy érezte, mintha melbevágták volna. Hátratán torodott, és nekiütközött a polcnak. Üvegcsörömpölést hallott. A vele szemben álló piton keze kissé remegett, és falfehér volt az arca. Harry nedvességet érzett a talárja hátán. Az egyik üvegedény elrepett, mikor neki esett a polcnak. Slakója, egy nyálkás valami, forogni kezdett az elfolyó, tároló oldat örvényében. Repáró, sziszegte piton, és az üvegedény nyomban összeforrott. Lám csak, Potter, végre mutattál valamit. Piton elfordult, és kisé zihálva megigazította a merengőt, mintha ellenőrizni akarná, hogy még mindig benne vannak a foglalkozás előtt áttöltött gondolatai. Nem mondtam, hogy használj pajzsbűbájt, de kétségtelenül hatásosan alkalmaztad. Harry hallgatott. Érezte, hogy veszélyes lenne most bármit is mondania. Tisztában volt vele, hogy az imént betört piton emlékezetébe, a bájtaltan tanár gyermekkori emlékeit látta. Megijedt, ha belegondolt, hogy a kisfiú, aki sírva nézte veszekedő szüleit, azonos az előtte álló, sötét tekintetű férfival. – Akkor hát, próbáljuk meg újra – mondta Piton. Harry szívét átjárta a rémület. Biztosra vette, hogy most fizetni fog azért, amit az e imént látott. Újra felvették a kiinduló helyzetet az íróasztal két oldalán. Harry érezte, hogy ezúttal nagyon nehéz lesz kiüríteni az elméjét. Háromra szólt Piton, és ismét felemelte pálcáját. Egy, kettő... Harry még el se kezdte a felkészülést, mikor Piton már kiáltotta is. Leggilimensz! Csupasz kőfalak között rohant a misztérium ügyi főosztály felé vezető folyosón. A fákják sorban suhantak el mellette, s a fekete ajtó egyre nagyobb lett. Olyan sebesen haladt, hogy félő volt, beleütközik az ajtóba, már csak fél méter. Meglátta a kiszűrődő kék fényt. Az ajtó kitárult. Végre beléphetett rajta. Fekete falu és padlójú, kéklángú gyertyákkal megvilágított kerek helységbe került. A falon körös körül számos ajtó nyílt. Tovább kell mennie, de melyik ajtót válassza? Potter! eri kinyitotta a szemét. Megint a hátán feküdt, és megint nem emlékezett rá, hogyan került a földre. Még zihált is, mintha tényleg végigfutott volna a folyosón, tényleg beszaladt volna a fekete ajtón, át a kör alakú terembe. Piton dütöl eltorzult arccal magasodott fölé. Magyarázatot várok. mennydörögte. – Nem, nem tudom, mi történt. Felelte őszintén Harry, és felállt. A tarkóján púp nőtt az eséstől, és tagjai úgy remektek, mintha láza lenne. Ezt még sose álmodtam. Illetve az ajtóról álmodtam máskor is, de még soha se nyílt ki. Nem veszed komolyan a munkánkat, Potter, Piton furcsa mód sokkal ingerültebbnek tűnt, mint két perccel korábban, mikor Harry belenézett az emlékeibe. Lusta és hanyag vagy, nem zsola, hogy a Sötét Nagyúr. Kérdezhetek valamit, tanár úr? Szólt közben fellobbanó, düvel Harry. Miért hívja Voldemort, hogy Sötét Nagyúrnak? Csak a halálfalok szokták így nevezni. Piton nyitotta a száját, mint az acsargó kutya, és akkor egy nő sikoja hallatszott valahonnan kintről. Piton felkapta a fejét, és a mennyezetre nézett. Mi a? morogta. Harry tompa dobbanást hallott odafentről. A zaj minden bizonyal a bejárati csarnokból szűrődött le. Piton most ismét ránézett, és összeráncolta a szemöldökét. Láttál valami szokatlant lefelé jövet, Potter? Harry a fejét rázta. Odafent a nő újra sikoltott. Viton felemelt pálcával az ajtóhoz sietett és kiment. Harry egy másodpercig habozott, majd követte. A sikolyok valóban a bejárati csarnokból érkeztek. Harry egyre tisztábban hallotta őket, ahogy felfelé szaladt a lépcsőn. Mikor felért, a csarnok már tele volt. A vacsorára összegyűlt diákok tömegével tódultak ki a nagy teremből, hogy megnézzék, mi történt, s a márvány lépcsőn is jó pár ember állt, Harry utat tört magának egy csapat termetes mardekáros között. Látta, hogy a bámészkodók első sora tágas körben állt fel. A legtöbb arcon döbbenet ült, de néhányan a legyenesen rémültnek tűntek. Harry megpillantotta meggalagonyt a csarnok túloldalán tolongó diákok között. A tanárnő olyan arcot vágott, mintha a rosszul lét kerülgetni. A bejárati csarnok közepén Trelawney professzor állt, egyik kezében pálcájával, a másikban egy üres seris üveggel leírhatatlan állapotban volt. A haja égnek állt, lecsúszott szemüvege egyik szemét nagyobbnak mutatta, mint a másikat, és számtalan kendője össze-vissza lógott a vállán, azt a benyomást keltve, hogy teste darabokra akar szakadni a varrások mentén. Mellette két jókora láda hevert a kövön, az egyik az oldalára borulva, mintha legurították volna a lépcsőn. A jósnő a rettenettől eltorzult arccal merett valamire, ami az irányból ítélve a márvány lépcső aljában állt. – Nem! – visította Trelóni. – Nem! Ezt nem teheti! Nem nyugszom bele! – Pedig számított rá! – felelte egy magas, kislányos hang. Heri kissé jobbra húzódott, és most már látta, hogy Trelóni szörnyűködő pillantásának tárgya nem más, mint a kiesen mosolygó Ambridge. Bár tisztában vagyok vele, hogy a holnapi időjárás se tudja megjósolni, azt azért előre láthatta, hogy a szánalmas és fikarcnyit sem javuló teljesítmény, amit az órákon sorozatosan nyújtott, előbb-utóbb az elbocsátáshoz vezet majd. – Nem, nem és nem! – kiabált az okok Vatreloni. Könnyei patakokban csordultak ki hatalmas szemüvege alól. – Nem, nem küldhet el, tizenhat éve élek itt, a Roxford az otthonom! – csak volt az otthona, felelte Ambridge. Kár örömtől csillogó szemmel nézte Trelonit, aki most zokogva leroskadt az egyik utazóládára. Egy órával ezelőttig, amikor is a mágiaügyi miniszter úr aláírta a felmondó levelét, most pedig keljen fel és hordja el magát, kíméljen meg minket a további jelenlététől. Trelóni panaszosan nyögdécselt és görcsös rángások közepette előre-hátra hajlongott ültében. Ámrics kaján élvezettel nézte kínlódását. Harry elfolytott zokogást hallott valahonnan bal felül. Oda nézett, Lavender és Parvati egymás vállára borulva sírtak. Ezután léptek koppantak a kőpadlón. Meggalagony professzor kivált a bámészkodók gyűrűjéből, és oda sietett Trelónihoz. Sután megveregette a jós nő hátát, és közben jókora zsebkendőt húzott elő találja zsebéből. Tessék, Szibil, Nyugodjon meg! Fújja ki az orrát! Nem olyan nagy a baj! Nem kell elmenni a Roxfordból! Úgy véli meg, Kalagony professzor! Szólt élesen Ambridge, és néhány lépést tett Trelóni felé. Megtudhatnám, milyen felhatalmazás alapján állítja ezt? Én hatalmaztam fel rá. Zengte egy mély hang. A tölgyfa ajtó kinyílt, a szétrebbenő diákok között megjelent Dumbledore professzor. Igen hatásos volt, ahogy kibukkant a sejtelmesen fénylő ködből, bár Harry el se tudta képzelni, mit keresett az igazgató alkonyatkor a parkban. Dumbledore nyitva hagyta maga mögött az ajtót, és hosszú léptekkel elindult a könnyáztatta arcú, reszkető trelóni felé. – Maga hatalmazta fel, Dumbledore professzor? – Ambridge szemtelen kis nevetést hallatott. Attól tartok, nincs tisztában a helyzettel. Itt van nálam. Pergamentekercset húzott elő a talárjából, a mágiaügyi miniszter úr által aláírt felmondó levél. A 23-as számú oktatásügyi rendelet értelmében a Roxforti főinspektornak jogában áll szakmailag ellenőrizni, próbaidőre tenni és elbocsátani minden olyan tanárt, akiről úgy véli, hogy munkáját nem a mágiaügyi minisztérium által elvárt színvonalon végzi. Mivel Trelóni professzor megítélésem szerint rosszul dolgozik, felmondtam neki. Harry meglepetésére Dumbledore továbbra is mosolygott. Tekintetét a ládáján kuporgó Trellonira függesztette, és így válaszolt. Vitathatatlanul igaza van Ambridge professzor. Mint főinspektornak jogal van felmondani a tanáraimnak. Arra azonban nem terjed ki a felhatalmazása, hogy elküldje őket a kastélyból. Attól tartok, folytatta udvarias kis főhajtással, hogy ez a jog változatlanul az iskola igazgatóját illeti meg. Az én kívánságom pedig az, hogy Trelawney professzor a Roxfordban maradjon. Trelawney erre csuklásba hajló, keserű kis kacajt hallatott. Nem, nem, Elmegyek, Dumbledore, elhagyom a Roxfortot, máshol keresek boldogulást. Nem, felelte élesen Dumbledore. Határozott kívánságom, hogy a Roxfordban maradjon tanárnő. Azzal meggalagonyhoz fordult, felkísérni a lépcsőn Sibilt, meggalagony professzor. Hogy ne? Bolintott meggalagony. Jöjjön, Sibil! Bimba professzor kiverekedte magát a bámészkodók közül, és odasietett, hogy segítsen meggalagonynak. Ketten közrefogták Trelonit, és ambridge kikerülve elindultak vele a márvány lépcsőn. Flitwick professzor felemelte pálcáját. Lokomotor ládák, visította, mire a podgyász a levegőbe emelkedett és követte gazdáját. Ezután Flitwick professzor is csatlakozott a menethez. Ambridge mozdulatlanul állt, és a derűsen mosolygó Dumbledore-ra merett. Megkérdezhetem? Szólt hangosan suttogva, hogy mihez kezd, ha kinevezem az új tanárt, aki esetleg igényt tart majd Sibyl Trelawney szállás helyére. Amiatt ne aggódjon, Ambridge professzor, feleltem mosolyogva Dumbledore. Már találtam új tanárt, és ő nem óhajt a toronyban megszállni. Talált? Rikkantotta Ambridge. Maga talált? Emlékeztetném rá Dumbledore, hogy a 22-es számú oktatásügyi rendelet értelmében Dumbledore befejezte helyette a mondatot. A minisztérium által kiválasztott személy kerül a megüresedett posztra, ha... Hangsúlyozom, ha... Az igazgató nem talál alkalmas jelöltet. Nos, örömmel közölhetem, hogy ezúttal találtam. Ha megengedi, be is mutatnám azzal az esti ködre nyíló tölgyfajtó felé fordult. Harry patadobogást hallott. A bámészkolók tömegén nyugtalan moraj futott végig, s az ajtó közelében állók hátrább húzódtak. Néhányan majdnem hanyattestek olyan sietve igyekeztek helyet biztosítani az érkezőnek. A ködből egy kék szempár, s a hozzá tartozó szőke keretezett arc bukkant elő. Harry nyomban felismerte a jövevényt, pedig csak egyszer találkozott vele. A vészterhes éjszakán a tiltott rengetegben. A fejhez mesztelen vál, emberi törzs és aranysárga szőrrel borított lótest tartozott. Íme Firenze professzor. Fordult Dumbledore a döbbenettől dermet Ambridgehez. Az ő munkájával bizonyára elégedett lesz Dolores.